Mentőtiszt, valamint ápoló és beteg ápoló. Ezek azok az alapszakok, amelyek idén igazán vonzóak voltak a Debreceni Egyetem Nyíregyházán működő egészségügyi karán. A nemrég lezárult felvételi eljárás során az is kiderült, a levelező képzésben idén a szociális munkásszak volt a legnépszerűbb. A mesterképzésekre is a korábbiaknál többen jelentkeztek. Az egészségügyi kar friss alapfokú diplomásainak nagyjából 10%-a folytatja rögtön mesterszakon. A gyakorlat viszont inkább az, hogy a már korábban végzett hallgatók tértek vissza az egyetem padjaiba két-három év munkatapasztalat után. Nagyban köszönhető ennek a létszám növekedés, mondta el 35 perc című műsorunkban Sárvár Attila a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának oktatási DK helyettese. Egyrészt, akik ö, oktatásban szeretnének részt venni, azok ugye az egészségügyi tanármesterszakot választhatják akik az egészségügyi és szociális szférában is szeretnének dolgozni, illetve rálátásuk kap, szeretnének kapni, akkor az egészségügyi szociális munkamesterszakot választhatják, illetve egy nagyon speciális szak a szociális munka és szociális gazdaság mesterszak, amely tulajdonképpen nem csak a szociális képzésre épül elsősorban, és ez azért speciális, mert a mintatantervét tulajdonképpen kilenc Európai Uniós Felsőoktatási Intézmény dolgozta ki közösen, és ez egy közös diplomát adó mesterszak. Szintén nagyon népszerű volt az ápoló mesterszak, amire korábban már alapdiplomát szerzett ápolók és mentőtisztek jelentkezhettek. Növelte a felvett hallgatók létszámát az, hogy idén már a Szolnoki Egyetemi Kampuszon is lesz kihelyezett oktatása a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának. Erre nyíregyházán is fel kellett készülni. Az első évben ugyanis több szakember itt és Jásznagy Kunszolnok megyében is oktat majd. Elkezdődött a tervezés, hogy melyek azok a szakok, vagy szakemberek pontosabban, akikre ebben a régióban, ugye, Jász nagy konszolnok megyében szükség van, és nyilván itt a, a orosz szakok közül, amelyeket mi hirdetünk, az ápoló és a védőnő szakokra vagy szakemberekre van a legnagyobb szükség. Azok, akiket most egyetlen képzésre sem vettek fel, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhetnek újra. Erre vasárnapig van lehetőség az elfelvételi rendszeren keresztül, itt azonban már csak egy intézmény egy képzése jelölhető meg.